Sziasztok, Szecső vagyok, és ez itt a GFF. Elhoztam nektek egy új játékot, amit nem is olyan régen találtam meg Steamen, ez nem más, mint a Cry of Fear. A játékről igazándiból megkérdeztem, mit tudom én, 10 embert. 10 emberből 6 a készítőknek elég érdekes dolgokat tudtak mondani, tehát így, így az édesanyjukat adott pontokra tudta volna állítani, és az embert is el tudta volna küldeni melegebb éghajlatokra. A maradék 4 ember pedig kijelentette, hogy ennél jobb játékot nem nagyon talált, mert izgalmas, normális a sztoria, hosszú és rohadtul jó. Egy darab gameplayt láttam a játékról, én már előre félek. Úgyhogy, hát igazániból kíváncsi vagyok rá nagyon. Úgyhogy, hát így, pont dél van, gyönyörű az idő. Mit tudom én, álljunk is neki. Na, hát a játék az így néz ki. Neki kicsit hangos. Mint nekiálltunk volna csézni. Az a komoly dolog. Igen, picit, hát így a musicból visszaveszek, mert... Igen... Hát az ilyeneket berakjuk, mert... Hadd szóljon. Na. Sötét van. Jaj, ne, monológot nem, az nem érdekel. Monológokat nem szeretem. Kígy me. Wow. Baszki, azt hittem, hogy ilyen ronda a grafikája a játéknak. De nem. Igen. Hát az óra, az megállt. Mert Half-Life örök. Hát az mi? Na, takarodj! De a sötétben nem már. Utállak. Mik ezek a hangok? Jó. Oké. Újabb ajtó. Ó, hülye, ott valaki meghalt! Oké, még egy X. Another door. Jó, megyek arrébb. Még egy ajtó. Oké, más nincs. Aszki! Fú, gyerekek, rohadtul ráz a hideg. Na, addig nem ér. Ki vagy te? Aszki! Még egy ajtó. Nagyon messzi X. Azt nem bírtam elolvasni. Hú, de jó messze van. Oké. Hú, de jó messze van. Addig semmi. De jó messze van. Mi a szar az? Ah, kurva! Azt! Ah! Öcsém, görcsbe rándult a nyakam. Hol vagyok? Tehát ő a mi főhősünk. Hogy kerültem ide, azt hiszem. Púgy. Aha.
azt a rohadt, te ú, de megijesztett, azt a rablóvári. Na jó. Ó, érte, csík. Elveszve a városban. Van egy késem. A tabulátor az inventory. Ó, van telefon. Kombin. Ó, értem. Mi ez a dual wield? Ó, hol vagy? Gyere haza. Hamar? Kezd sötétedni. Nem tetszik, hogy már tudok támadni. Az nagyon nem tetszik. Oké, legalább azt tudom, hogy a jobb egér gomba. Aszki! Nyomja a sprintet, hülye vagy te? Help me. Find a code to the padlock. Aha. Az meg gondolom lesz valami. Ó, hogy B-vel tudom megnézni, hogy mi az az a jelenlegi feladatom. Nem tetszik ez a csönd. A játék grafikájára egyébként szerintem nem igazán lehet panasz. Homok. Azt hittem, mintha lett volna ott valaki. Ez mi volt? Csak így randomba? Ó, kurva! Jézusom! Tök! Most meghalsz! Ez egy jó minőségi kés, nem tud egy tököt elvágni. Csakalom! Csakalom! Úristen, milyen óra van itt? Csakalom! Használhatnám a Facebookot? Aha. Café Komp 1. Gondolom ezt is majd használni kell. Azt mondja, hogy Excelsior és June Schumer. Ó. Oh. 5-2-2. Valaki bejött. Oké. Okay. Paper. Fölírjuk, hogy 5-2-2-9. És hogy ez a Jill David, ez mi lehet, azt nem tudom, de hozzáírjuk. Jill és David. Gondolom ez lesz a jelszó a cucchoz. Valaki bejött. Ha! Ki volt az?
Kimegyek, szétszedlek. Nyitva az ajtó. Láttalak. Ebújjá. Ez lesz az ezé. Oké, megvan most már. Ez lesz a kóda a lakathoz. De mi ez a Jill és David? Erre is vissza lehet menni. Ezt tudom. Igen, erre felé volt az első vicceskedés. Itt, tehát pont ahol most én. Azt a kurva. Basszus, mintha lakcipőbe mennék, úgy kopogok. Hol is a... Itt van. Azt mondja, hogy... 5... 2... 2... 9... Ó, kés nyert. Na, az jó. De ez a Jill és David, ez micsoda? Na, takarodsz! És hol vannak a... És mik a... Mik a mentőpontok? Hát te ki vagy? Nem vagy rám kíváncsi? Kaptam egy SMS-t. Nézd jobbra! Oh, ne, ne, ne! Ó, mentés! Szép pont! One Nightmare mód. Mi ez a hang? Mi ez a hang? Ki nem nyitnám? Ojaj! Ez vér? Vér a földön? Hú, de debil fejet vágunk. Mik ezek a hangok? Egy kalapács. Jó, azt gondolom majd valamilyen... Oh! Halljál már meg! What the hell? Who was he? I gotta call police! Damn it! No signal. Nincs! Na nem, gyerekek, ez felejtő téma.